Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Nexus televíziót nézik, és a harcképek sorozatunk egy rendkívüli adását látják. Mai vendégem Novák Előd, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese, parlamenti képviselő, és hát egy nagyon-nagyon régi harcos. Erőtegességet Hát köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és hogy így kitartotok, és alternatív platformot biztosítotok itt a fősodratú média cenzúrával szemben, hiszen nagyon sok helyen látjuk azt, hogy nem csak az elhallgatás övez minket, hanem kifejezetten például a Facebookon leírni sem lehet Torockai László nevét, vagy a Kuruc.info hírportál nevét és sok bajtársunkét még, tehát komoly cenzúra van, tehát ezért ez egy nagy dolog. És valóban egy új világrend van kialakulóban, ez a Great Reset, amit próbálnak most megvalósítani, hol a Covidra való hivatkozással, hol a háború kapcsán próbálják kialakítani. Magyarországon is ugye veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe próbálnak minket kormányozni. Az alaptörvény tizedik módosítása a korábban gránit nevezett alaptörvény esetében az pont arra irányul, hogy kiszélesítsék a veszélyhelyzet jogi kategóriáját, és a szomszédos országban dúló háborús fegyveres konfliktussal való hivatkozással tarthassanak ismét rendkívüli jogrendben minket. Mert most már nem tudom, hányadik voltásnál tartunk lassan, minden esetre 6 millió fölött is ugyanolyan korlátozások várhatóak sajnos megint össze. Most a választások miatt volt egy kis könnyítés, de emlékszünk még arra, hogy február 15-ével akarták kötelezővé tenni, aztán április 30-ára kitolták, aztán a választás miatt egyelőre elhesegették azt az alapvetést, hogy aki egyszer-kétszer oltott, az is oltatnának minősüljön, sőt, most már ne is a védettség számítson, hanem az oltottság, amivel egyrészt kimondják, hogy az oltottság nem jelent védettséget, másrészt kimondják azt, hogy a természetes úton szerzett nyáj immunitás, amiről már ugye Rusvai doktor virológusként is ugye sokszor elmondta, hogy az, az, sokkal hatásosabb a természetes úton szerzett mint akármilyen oltás által szerzett, az kormányzat számára mégsem számít. Talán, Nyilvánvalóan működtetni, hát ezt ti tudjátok a legjobban, mert ti megbírkoztok egy ilyen komoly feladattal, hogy egy, egy televíziót működtettek, de hát ez hatalmas erőforrásokat igényel, illetve a nézettség abba az irányba ment el, hogy az ilyen komolyabb beszélgetéseket, mint amit mi is folytatunk, azt jóval kevesebben nézik meg, mint egy rövid nyúlfartnyi Twitter bejegyzést. Ez egy kicsit persze méltatlan dolog is, ahogy az is, hogy milyen kevesen olvasnak könyveket, és hát panaszkodhatnánk, de attól még tudomást kell venni arról, hogy mondjuk 1956-ban a rád a ostromolták meg, 2006-ban a televíziót ostromoltuk, most pedig a Facebookkal kell hadakozzunk, ezt már csak virtuálisan tudjuk megtenni, ostroma nem, de egy 100 millió forintos per Torockai László indította Facebookkal szemben, és ez a per folyamatban van.